És sziasztok srácok! Végre jött egy újabb nagyobb frissítés, amit már vártunk, hiszen tudtuk előre, hogy valami imposztoros cucc be fog kerülni, és így is történt. Ez a mai frissítés hozott magával egy teljesen új LTM-et, ami igazából nem csak szórakoztatásra jó, hanem a történetet is viszi tovább, hiszen rengeteg utalás van rengeteg dologra, de erről is majd beszélni fogunk. A frissítéssel jött egy kis mapváltoztatás is, illetve jött egy csomó új skin is. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost in Rider. Ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Most pedig jöjjenek az új skinek. A 800 V-Bucks-os Scarlet Commander kapott egy extra stílust teljesen ingyen, a sötét Dark stílust. Van még egy leakelt imód, de ennek csak a zenéje került ki, maga a tánc jelenleg még nem leakelték ki, vagy nincs bent a játékban.
Kiderült, hogy a Vox Hunter egy V-Bucks-os bundle csomaggal fog jönni, amivel küldetésekkel 1500 V-Bucks-t tudunk feloldani, a csomagban benne lesz a wrapje, illetve a csákánya is. Persze ezen kívül jönni fognak különböző locker bundle-ök is, szóval akinek megvan egy-két dolog belőle, annak elég olcsó lesz. Most pedig nézzük meg, hogy milyen is ez az új Impostor játékmód. Az LTM kapott külön egy cinematic előzetest is, ami bemutatja az Imagined Order bázist, és kicsikét vezeti tovább a történetet. Látjuk, hogy hogyan működik az egész sziget mechanikája, illetve az is ugye elmondja Dr. Sloan, hogy ugye Jones átverte az Io-t. Ez a játékmód teljesen ugyanúgy működik, mint az Among Us, szóval van egy központ rengeteg szobával, különböző taskokat kell csinálni, és van két impostor. Összesen 10 lehet játszani, mindig két impostor van, és ugye az impostor akkor nyer, ha megöli az összes játékost, az ügynökök pedig akkor nyernek, ha az összes taskot megcsinálják. A délelőtti streamben a srácokkal kipróbáltuk a játékmódot, tényleg nagyon szórakoztató volt, viszont nem csak ennyiről szól az egész, hogy szórakozzunk rajta, hanem fel lehet fedezni az egész IO központot, meg tudjuk nézni, hogy hogyan készülnek a ládák, a lámák, a fegyverek. Rengeteg easter egg van a Sevenről, a Visitorról, nagyon sok minden van itt, szóval érdemes eljönni, csak szétnézni is. Szerintem az Epic Games kitett magáért, hiszen nagyon jól megcsinálták ezt az egészet, nagyon jól néz ki a pálya, az animációk, meg minden. Természetesen lesz majd egy videó, amiben átnézzük az egész IO központot, megnézzük minden easter egget, hiszen tele van utalásokkal. Amit még furcsálok és kikerült, az pedig a színezett Jonesok. Ugyanis a fájlok között bent van több színű öltönyű Jones, ugye úgy, mint Among Us-ban, hogy több szín van, és elvileg mindenkinek így kéne kinéznie, nem skinként kellene játszanunk, meg lehet, hogy ez majd később kerül be, vagy lehet, hogy nem is kerül már be. A sziget is változott többé-kevésbé, ugyanis Coral Castle-t elkezdte felszívni az anyahajó, ugye ezt már tudtuk régóta, viszont végre eljött a pillanat. Eddig ugye mindenki utált a Coral Castle-t, viszont így már egy fokkal szerintem jobb lett. Egy azért, mert tele van IO chest-tel, másodjára pedig rengeteg launchpad van, illetve antigravitációs zóna, ezáltal nagyon könnyen ki lehet rotálni Coral Castle-ből. Ahogy az várható volt, a két szeretett henchmenünk ismételten megfigyeli az anyahajót, és tervezgetnek a táblán, bár ugyanaz a tábla felirat van, mint az előzőnél, szóval nem tudom, hogy mire készülnek. Lesz majd valamiféle challenge is, amivel egy graffitit lehet feloldani, bár ez még nem került be, vagyis erről sok információ még nincs. A fájlok között találtak utalásokat arra, hogy ismételten lesz majd egy láma-ráma Fortnite Rocket League crossover is. Ugye Rocket League-ben is most kezdődött el az új season, úgyhogy meg lehet, hogy ismét egy újabb láma-ráma crossover fog jönni hamarosan. No, de kreatívba mik kerültek be? Először is bekerültek a halloweeni cukorkák, azok a cukorkák, amik tavaly Halloweenkor benn voltak, ugye különféle képességeket adtak a cukorkák, szóval ezeket is tudjátok most már használni. Bekerült még a vadonatúj Nanonite nevezetű item is, amivel ugye lehet craftolni is, illetve ha eldobjuk, akkor antigravitációs zónát készít, de ugye craftolás még nincs bent kreatívban, szóval csak dobálni jó. Ezen kívül bekerült még egy nagyon fontos device is, a Campfire. Lehet, hogy hülyeségnek hangzik, de elég sok helyen elég hasznos tud lenni ez a device, szóval most már bármikor tudunk Campfire-t rakni, és át tudjuk alakítani, hogy hogyan működjön. És van egy nagyon jó hírem, nagyon úgy látszik, hogy Season 8-ra meg fogjuk kapni a Creative 2.0-át, ugyanis a fájlok között megint frissült a Creative 2.0, illetve bekerült egy hatalmas sziget, amit elvileg majd domborzattal együtt mi tudunk majd alakítani. Hát srácok, már ennyi lett van az a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Kommentben írjátok meg, hogy nektek, hogy tetszenek az új Leakeckinek, illetve hogy tetszik nektek ez az új Impostor LTM. Annyi biztos, hogy holnap vagy holnap után ismét jövök nektek egy videóval, ami 100% teória lesz, hiszen lesz miről beszélni, ugye itt van az egész IO központ, rengeteg utalással. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, Koszi Rader voltam, sziasztok!